De igen, tehát hogy az egész alkalomnak és ezt a rövid Slam Poetry műsort és felolvasást követő beszélgetésnek is az adja az alkalmat, hogy abban a perben, ami már majdnem másfél éve zajlik összesen, és ami egy Slam Poetry előadással indult, abban ma kell beadni a fellebbezést az elsőfokú ítélettel szemben, ami elutasította a keresetünket. A per arra irányult, hogy a Mit Bambulsz Abban a Bomberban Ember nevű Slam Poetry csapat által még 2014 áprilisában igényelt adatokat a bíróság kiadassa az Emberi Erőforrások Minisztériumával, és ezeket az adatokat, tehát még tavaly tavasszal igényeltük egy Slam Poetry előadás közben, hogy ezáltal is valahogy mutassuk azt, hogy művészeti akciók során is lehet jogi lépéseket is tenni emberi jogok érvényesítésére, és nem kaptuk meg az adatokat, és akkor én tavaly fordultam a fővárosi törvényszékhez emiatt, és hát itt is többször említettem a sok tárgyalást, összesen több mint fél tucat tárgyalás volt a fővárosi törvényszéken, és akkor majd az Eleven beszélgetésben fogunk ennek a részleteiről beszélgetni, és akkor most ehhez kapcsolódóan szeretnék elmondani néhány Slam Poetry szöveget, és az volt a terv, hogy néhány csapattag is eljön, de sajnos megbetegedett az egyik, egy kanadai résztvevő, úgyhogy ő nem tud jönni. Azon kívül Gergely Norbert, aki a Mit Bambulsz Abban a Bomberban Ember nevű csapatnak tagja, ő meg munka miatt nem tudott, de befut majd remélhetőleg Bíró Dénes barátom, aki Norbival közösen a szegregációról is és a roma-magyar és zsidó-magyar identitásról is mondott egy nagyon szép szöveget a legutóbbi Slam Poetry bajnokságon, és akkor Dénes is majd valószínűleg beszáll. Na most, ugye az volt a címben, hogy felolvasás, és ezért ezt azért említettem, mert ugye a Slamet is sokszor felszoktuk olvasni, én általában olvasom, vannak, akik fejből mondják, viszont a felolvasás most a címben azért említettem külön, mert arra gondoltam, hogy felolvastam azt a cikket, ami Rózsa Milán emlékére a hvg.hu-n jelent meg a Pride felvonulás napján, ugyanis, és aztán ehhez kapcsolódóan mondanék egy-két Slam Poetry szöveget, ugyanis szerintem a Magyarországon ma a politikai helyzetnek én úgy látom, hogy az a kulcsa, amit ebben a cikkben igyekeztem megírni, és amihez kapcsolódóan